A videóton FC az olaszországi edzőtábort követően hazai környezetben folytatja felkészülését a 2011-2012-es szezonra. Paulo Souza, a Vidi vezető edzője, az olaszországi edzőtábort követően kedre hívta össze először csapatát. A mai napon két foglalkozás is szerepelt a programban. A videóton az első hazai felkészülési mérkőzését a korábbi tervekkel ellentétben nem szombaton, hanem pénteken vívja majd. Július 2-án a belga Lokeren látogatott volna Székesfehérvárra, erre a mérkőzésre azonban végül nem kerül sor. Információink szerint a belga csapat lemondta a mérkőzést. A Vidi szurkolói így is megtekinthetik Paulo Souza együttesét. A videóton ugyanis július 1-én pénteken 18:30-kor a legutóbbi szlovák bajnokság 5. helyén végző FK Dukla Banska Bystricával játszik majd a Sóstói stadionban. Ezen a mérkőzésen találkozhatnak először a Vidi szimpatizánsai a fehérváriak nyári szerzeményeivel. A frissen igazolt három spanyol játékos, Walter Fernández, Álvaro Brachi és Héctor Sánchez ezen a találkozón debütálhat majd a Sóstói stadionban. Elképzelhető, hogy pénteken lesz olyan is, akivel már nem találkozhatnak a videóton szimpatizánsok. Török források szerint ugyanis a Samsung Sport megegyezett a videótonnal a válogatott Lázár Pál átigazolásáról. Igaz, ezt a videóton FC eddig nem erősítette meg.